35 milliárdos fejlesztés, átadták a Békéscsabai vasút beruházást. Belvízelvezetés, 350 millió forintos projekt indulhat a megyeszékhelyen. Tangó, a Jókai Színházban már próbálják az októberi bemutatóra. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A megyeszékhely eddigi legnagyobb beruházása ért a végéhez, 35 milliárd forintot fordítottak a vasútállomásra. Ez tartalmazta mind a belső, mind a külső tér átépítését és a vasúthálózat korszerűsítését is. Hivatalosan is átadták Békéscsabán a felújított vasútállomást. Az utasok már egy ideje birtokukba vehették a Békéscsabai vasútállomás épületét. A külső teret díszburkolattal, parkosítással, szökőkúttal látták el. A külcsíny sokak tetszését elnyerte. Szép lett. Már megérdemelt ez a város ezt a szép új állomást. Meg vagyok elégedve olyan értelemben, hogy külsőleg is nagyon szépen ki van alakítva. Gyönyörűen a virágos park, minden kis szöglete. Ügyesen van megoldva az aluljáróval, a közlekedés már, és annyira érthető, hogy irányítva van, tehát még az én koromból is, mondjuk, ha közlekedek, látom, tudom, hogy hova kell menni. A hivatalos átadón minden érintett fél jelen volt, így a MÁV műszaki igazgatója is, aki elmondta, hogy a teljes állomást felújították. Ennek köszönhetően a tervek szerint magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó, korszerűbb vonatok is érkezhetnek a jövőben. A teljes vasúti infrastruktúra az állomáson belül átépítésre került, a vágányok átépítésre kerültek, kitérők átépítésre kerültek, a akadálymentes közlekedést valósítottunk meg az utasaink számára, egy aluljárót építettünk, lifteket építettünk be, egy korszerű utastájékoztató rendszert építettünk. A vasútállomás mellett az épület környezetének rendezését, P+R parkolót, valamint új felül, illetve aluljáró építését is tartalmazta a beruházás, ami nem csak Békéscsaba életében jelentős mértékű. Hogy ez most az állomás átépítések terén holtversenyben a székesfehérvári állomás átépítésével versenyez. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha a magyarországi állomás átépítéseket nézzük, akkor gyakorlatilag ez a legfontosabb. A legfontosabbak között van. A két évig tartó felújítás eredménye a vasúti elérhetőség komoly fejlődése, foglalta össze Szarvas Péter polgármester. A napokban bejelentett M44-es közúti út megépítése, a reptér és a mostani vasúti fejlesztés számos gazdasági beruházást vonzhat a régióba. Most is büszkén mondom el a nálam tárgyalók számára, a nálam konzultációt kérők számára, hogy Békéscsaba fejlődik, és ennek most már kézzelfogható bizonyítékai vannak. Nagyszerű pályaudvarunk van, európai színvonalú kiszolgálással. A térség országgyűlési képviselője szerint a beruházás 20-30 éven belül megtérül. A tőke ugye a maximum 2 órát hajlandó utazni, ez közúton és vasúton is értendő. Ezzel a vasúti kapcsolatban ez a Budapest-Békéscsaba közötti távolság időben elrövidülése azt jelenti, hogy megpezsdül a gazdasági élet. A közlekedés politikáért felelős államtitkár a beruházás nemzetközi forgalomban betöltött szerepét is hangsúlyozta. Elmondta, hogy Arad irányába, Románia felé ez a legfontosabb kapcsolat a Magyarországnak. A teherforgalom szempontjából legfontosabb vasúti kapcsolatról van szó, de természetesen Magyarországnak a tranzit jellege megköveteli, hogy minden tekintetben a folyosóit, az európai közlekedési folyosókat egyértelműen javítsa és fejlessze. Ezért fontos, hogy az autópályákat kiépítsük az országhatárokig, és ezért fontosak az olyan beruházások, mint például a Budapest-Belgrád kapcsolat kiépítése is, illetve ennek a szakasznak a Lökösháza felé a teljes kiépítése. Az államtitkár hozzátette, még idén több mint 1000 milliárd forintnyi fejlesztés elindítása várható. Az átadón a Körösparti Vasutas koncert fúvó zenekar játszott, illetve a Fekete Péter által rendezett Orient Express című darabból adtak elő részletet a Jókai Színház színészei.
A Szocialista Párt sajtótájékoztatóján nagy hangsúlyt kapott a vasárnapi bérpótlék kérdése. Lukács Zoltán, az MSZP alelnöke szerint a munkatörvénykönyve jelenleg a munkaadóknak kedvez, és szinte minden jogát elveszi a munkavállalóknak. Ezért a párt célja a törvénykönyv módosítása, hogy vasárnaponként a munkavállalóknak ezentúl 100%-os bérpótlék járjon, illetve javasolják, hogy egy hónapban legfeljebb 2 vasárnapot kelljen munkával tölteniük az alkalmazottaknak. Miklós Attila a vasútfejlesztéssel kapcsolatban megemlítette, hogy folyamatos csúszások, túlárazások kísérték a beruházást. Ugyanakkor hozzátette, minden fejlesztés, ami Békés Csabán megvalósul, azt a szocialisták is teljes mellszélességgel tudják támogatni. A hirtelen szívhalál túlélési aránya Magyarországon 5-10% között mozog, ilyenkor egy biztos kéz életet menthet. Az elsősegély nyújtást a legfiatalabbak is elsajátíthatták, a Magyar Vöröskereszt ugyanis versenyt szervezett, ahol az elméleti tudás mellett gyakorlati ismereteiket is bemutathatták a fiatalok. Éppen a szakszerű újjáélesztést mutatják be a diákok a belvárosban. Egy jól felkészült elsősegélynyújtó gyors beavatkozása életet menthet. A Magyar Vöröskereszt alapvető feladata az életmentő ismeretek oktatása és minél szélesebb körű tanítása. Az a cél a Vöröskereszt részéről, és azért vagyunk most is itt, illetve a Vöröskereszt fő feladatai közé tartozik. Nyilván az elsősegélynyújtás minél szélesebb körben való oktatása és a humanitárius eszmék terjesztése, hogy minél többen ismerjék meg, hiszen mindig azt tanítjuk, hogy a elsősegélynyújtást megtanulni gyermekjáték. Ezt a célt szolgálta a 45. alkalommal meghirdetett elsősegélynyújtó verseny is, ahol 5 fős iskolai vagy közösségi csapatok mérhették össze tudásukat. Az egész napos programon nem csak elméleti kérdések, hanem gyakorlati feladatok is várták a fiatalokat. A patika előtt, ahol lesz egy félautomata defibrillátor, amit használni kell, lesz kerékpáros baleset nyílt lábszáltöréssel, mély csípés okozta anafilaxiás reakció, gördeszkás fiú, aki betonpillére esik és gerincsérülést szenved, félrenyelt cukorkával, légúti idegentest, és hát sajnos ugye a drogok is előjönnek a versenyszituációba, egy herbál okozta állapot rosszabbodás és görcsroham, valamint egy artériás vérzés csillapítása lesz majd a versenyzők feladata. Összesen 13 csapat versenyzett a megyei fordulóban, gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. Az első helyezést elért versenyzők pedig szeptemberben az országos versenyen képviselik majd Békés megyét. Egy fa, egy osztály. Évek óta hagyomány már, hogy a Lencsési Általános Iskola ballagó 8-osai egy-egy fát ültetnek azért, hogy emléket hagyjanak az alma máterükben. Idén 4 osztály ápolta a hagyományt, emellett 3 kiváló tanulónak a Lencsésiért Kulturális és Sportegyesület, illetve a körzet önkormányzati képviselője egy-egy tabletet ajándékozott. Közösen ültettek fát a végzős diákok, amihez szakszerű segítséget is kaptak. Az iskolában lassan már hagyománynak számít, hogy így búcsúznak a végzősök intézményüktől. Fáj, hogy itt hagyjuk az iskolát, de szívesen visszajövünk, és ez a park, ez nagyon sok emlékkel tele van. És most, hogy ültettük a fát, így még jobb lesz visszaemlékezni erre a helyre. A kezdeményezés 2011-re nyúlik vissza, azóta már mintegy 25 fát ültettek el az iskola mögötti Szabó Pál téren. Azok a fák díszítik ezt a kis sétányt, amit a gyerekek ültettek el. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó érzés, vannak gyökerek, erősíti az ide tartozást, és hát akik az első fákat ültették, ők most már lassan a középiskolát is befejezik, és azért ezt jó tudni, hogy hova nyúlunk vissza. A ballagó 8-osokhoz nem csak ez az egy hagyomány kötődik, a Lencsésiért Kulturális és Sportegyesület, illetve a körzet képviselője okos eszközökkel támogatja a diákokat. A Lencsési Kulturális és Sportegyesület 4 évvel ezelőtt kereste meg Vid András igazgató urat, hogy szeretnénk olyan diákokat jutalomban vagy támogatásban részesíteni, akik iskolai munkájukkal, példamutatásukkal, szorgalmukkal példát mutathatnak egyrészt a társaiknak, másrészt az utánuk jövőknek. A kiválasztást a tantestület folytatta le, ahol nem csak a diákok szorgalmát, de helyzetét is figyelembe vették.
350 millió forint összeg juthat belvízelvezető csatorna építésére három városrészben is Békéscsabán. A projekt megvalósulásának feltétele, hogy az érintett szakaszon lévő telkek tulajdonosai egy szándéknyilatkozattal lemondjanak egy bizonyos nagyságú területről a telkeikből, ugyanis a munkálatok megkezdéséhez az utcák kiszélesítésére is szükség van. A Csikós utca is érintett abban a fejlesztésben, amiben az önkormányzat a lakosok segítségét kéri. Ezeket a telkeket régebben zárt kertnek mérték ki, ekkor nem indokolta semmi, hogy az utcák szélessége elérje a 8-12 métert. Ahhoz viszont, hogy a csatorna beruházás megvalósuljon, minden tulajdonosnak le kell adnia bizonyos méretű területet a telkéből, hogy kiszélesítsék az utcákat. Ezzel szembesültek a Lencsési Általános Iskolában tartott lakossági fórumon az érintettek. Hoz, hogy be tudjuk nyújtani a támogatási igényünket, bizony rendezett tulajdonviszonyokra lesz szükség. Az önkormányzat minden lakos partner kapcsolatát kéri, hogy a tervezett fejlesztés elkezdődhessen jövőre. A fórumon többen tettek fel kérdéseket, de általánosságban pozitívan fogadták a bejelentést. Mindenféleképpen fontos az, hogy a képződő csapadékvizet megfelelően irányítottan el lehessen vezetni. Tehát a mostani fórum tapasztalataim szerint ez mindenféleképpen üdvözítő lehet, illetve hasznos lehet az ott élőknek, az ott lévőknek a környezetére. A 350 millió forintos Európai Uniós forrásból megvalósítható fejlesztés a keleti kerteket, a Betlen utcát és a kastélyszőlőket érinteni. A fórumon a képviselők tájékoztatták a lakosokat arról, hogy ezek a telek leadási kötelezettségek nem járnak plusz költséggel. Például ott, ahol kerítést vagy nagyértékű fákat, bukszosokat kellene beljebb helyezni, azok költségét megtérítik a lakosok számára, de a földkiméréssel járókat is, mondta el Tímár Ella, a térség önkormányzati képviselője. Nyilatkozatot kell tennie a városházán, hogy hajlandó leadni, ingyen és bérmentve. A város pedig vállalja azt, hogy ezeket a kiméréseket, ugye mert a telek az fog változni, ezeket rendbe rakja, földtulajdonilag is, tehát ami papíri formája hozzá, tehát van ezen, sok telken van banki hitel is például, tehát ezeket minden intézi a város. A fórumon megmutatták azokat a telkeket, ahol még nem rendezték a területi kérdéseket. Fontos feltétele a tervezett belvíz elvezető csatorna kiépítésének, hogy minden lakos beleegyezzen ebbe a területleadásba. Csak partnerségi alapon tudjuk ezt megvalósítani. Ha a lakosság ellenáll, vagy nem ad le területet, akkor nem. Hogy jól értsük egymást, ha egy utcában egy vagy két ingatlan tulajdonos nem adja le a területet, akkor abban az utcában meghiúsul ez a beruházás, és igazából nem az önkormányzatnak tesznek jót a lakók ezzel, hogy részt vesznek ebbe a programba, hanem saját maguk érdekében fognak cselekedni. A programnak október-november környékén kellene indulnia ahhoz, hogy létrejöjjön, ugyanis a munkálatokra kiadott határidő 36 hónap. Ezt túllépve nem valósul meg a beruházás. Kocsis Nagy Noémi, azaz Gerda Green könyvbemutatóján tartották kedden a Békés megyei könyvtárban. A beszélgetésből, amelyet Rakoncás Szilvia, az intézmény igazgatója vezetett, kiderült, a szerző bár gyerekkora óta ír, az eredeti szakmája művészettörténész. Kocsis Nagy Noémi társadalmi problémákra hívta fel a figyelmet a műveiben. Az első kötete a Fény és a Förtelem a zsarnokságról és a mindennapi megaláztatásról, a Kék macska a hiszékenységről, a Fenevadak Erdélyben a prostitúcióról és a szervkereskedelemről szól. Most készül az új kötet, a Karlócai Szellemház, amelynek a témájáról egyelőre nem mesélt az író. Csak a műfajuk krimi, de igazából felnőtt irodalmak, nagyon sok kultúrát tartalmaznak, ugye óhatatlanul, tehát nem tudom letagadni ezt, hogy művészettörténész vagyok. Szeretek főzni, szakácskönyvem is van, úgyhogy nagyon sok az ilyen kulináris leírás, tehát esznek, isznak a szereplőim. Elég sok az erotika, mert azt szeretik az olvasók. Közel 90 évet töretlen sikernek örvend hazánk legnagyobb kulturális rendezvénye az ünnepi könyvhét. Az országos megnyitót Gyulán a Könyves Kultúra fővárosában tartották. Konferenciákon, előadásokon találkozhatnak az érdeklődők az ismert és elismert magyar írókkal, költőkkel és műveikkel. Sukka Géza, a Literatúra Irodalmi Folyóirat főszerkesztője, még 1927-ben javasolta a programsorozat megrendezését. Az volt az első gondolata, hogy az írókat ki kell vinni az utcára, ez a korát messze megelőzte,
ez a gondolat, és létre kell hozni a kapcsolatot az író és az olvasó között. A Magyarorsi János könyvtár mellett a gyulai önkormányzat is a rendezvény mellé állt. Természetesen az oktatási intézményeinkben is azt a nevelő oktató munkát folytatják a pedagógusok, hogy így Gyulán, a könyves kultúra városában mindenféleképpen az olvasást előtérbe kell helyezni, függetlenül attól, hogy gyakorlatilag a média világában élve sajnos egyre kevesebben veszik le a könyves polcokra a könyveket. A gyermek és a szép irodalom évek óta töretlenül szárnyal, mondta köszöntőjében Katona Ildikó, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők elnökségi tagja. Amint az elhangzott, a programsorozat még közelebb hozza a fiatalokhoz az olvasást és az irodalmat. Szoktam olvasni a Thea Stiltont is, a Luffy Szamócát olvastam. Regényeket, fantazit inkább, ami úgy elvonatkoztat, meg ilyenek. Kikapcsol egy kicsit. Komoly reneszánsz előtt áll a felnőtt szórakoztató irodalom, hangzott el a rendezvényen. A következő napokban előadásokon, konferenciákon ismert és elismert magyar írókkal, költőkkel és műveikkel találkozhatnak az érdeklődők. A Békés Csabai irodalmi esteknek, amellett, hogy folyamatosan kortárs és klasszikus írásokat, költőket mutat be, mindig van valamilyen üzenete plusz mondani valója. Most a magyarság legfájóbb eseményére, a trianoni békediktátumra emlékeztek, az est végén pedig átadták a Szeretlek Békés Csaba díjat. Ismét megtelt a Városháza dísztermáz irodalom kedvelőivel. Az irodalmi est főszervezője ezúttal dr. Bagdi Lászlót és Huszár Endrét hívta meg a programra. Miként van, hogy a folyók átadhat, a hely alföldé válik. A tűzhányó, mint jeges tó hullámzik. Az erdőben búcsa terem, szántón vadvihartozódik. Az asszony férfi lesz, férfiből újra szerető. Tátunk a csend, a szó hallgat, a semmi virágzik. Dr. Bagdi László versét Trianonról Nagy Erika színművész tolmácsolásában hallgatatta meg a közel 160 főt számláló közönség a díszteremben. A meghívott író és költő már régóta alkot. Két antológiában is megjelentek művei, hamarosan pedig önálló verses kötettel is bemutatkozhat. Egy vezető magyarországi könyvkiadó felajánlotta, hogy önálló kötetem kiadásába közreműködik. Amit szeretnék még megvalósítani, hogyha a teremtő megengedi, akkor szeretném megírni Békés Csaba legendáját négy sorosban és páros rímben. Az újjátelepítés 300. évfordulójára dolgozom rajta. Dr. Bagdi László mellett Huszár Endre is átvette a Szeretlek Békés Csaba díjat. A 70 éves nyugalmazott rendőrtiszt egyszerű négy oldalas alkotónak tartja magát. Közérthetően rövid, csattanós karcolatokat ír. Művei megtörtént eseményekből vagy általa megélt élményekből táplálkoznak. Emellett fontosnak tartja, hogy minél többen ismerjék Békés Csaba módját és helytörténetét. Békés Csabán, Csabán mindent az utolsó kőkockáig a csabai emberek építettek és tettek le 1718-ban az újratelepülés követően, és őseink, azok az emberek, akik már a helytörténet részei lettek, építettek nekünk egy élhető várost, és erről én úgy érzem, hogy mindig és mindenkor meg kell emlékezni. A programon ezúttal Bácsfalvi Zoltán festőművész kiállítását is megtekintették az érdeklődők. A következő irodalmi estet július 1-én a Csaba Gyöngye Sték színpadán rendezik meg, ahol Sziki Károly színművész lesz a vendég. Slavomir Mrozsek Tangó című tragikomédiójának olvasópróbáját tartották a héten a Békés Csabai Jókai Színházban. A darabból egy három nemzedékből álló, a nagyapa megalkuvásokkal, az apa bukott forradalmi illúzióival terhes, és az ifjúság rendre törekvő, mégis bohóc tréfáinak beillő család életébe rajzolódik ki. Kell keressünk eszét, és akkor Dedek azt mondja, hogy a haladás. Azt mondja a fiú, hogy miféle haladás? Haladás, arccal előre, és hátra, hátra is előre. Csiszár Imre szemléletesen mutatta be egyelőre a színészeknek, miről szól Mrozsek októberben bemutatandó műve, a tangó. Úgy gondolom, hogy olyan általános érvényű igazságokat fogalmaz meg, olyan különleges szituációt, ami ma is érvényes. És hát garancia erre Csiszár Imre rendező, aki ugye most már másodszor jön hozzánk, és imádnak a színészek vele dolgozni.
A Békés Csabai Jókai Színház leendő stúdió darabja egyszerre tragédia és komédia, amely egyszerre mutatja be a 20. század fonákságait, de jó néhány vonással jellemző a 21. századra is. Szokták volt mondani, hogy a jó szereposztás az úgy arcról vágja a színészt, tehát olyan, amilyen. Hát most remélem, hogy ez nem így van, mert ez egy eléggé, a figura, a darab szerint egy eléggé gerinctelen, megalkuvó, mindenhova oda törleszkedő, és én éppen gerinc fájdalmaim véget tudtam meg, hogy gerinces ember vagyok. Mészáros Mihály a három generáció legidősebb tagját játssza, a szolgalelkű, handabandázó nagypapát. Feleségét, egy alkoholista nagymamát, Kovács Edit alakítja. Egy nagyon izgalmas és érdekes szerepet, ami azt gondolom, hogy nagyon a civil énemtől nagyon távol áll, de azt gondolom, hogy ezek a szerepek mindig nagyon izgalmasak tudnak lenni, és nagy kihívás is. A műben Bartus Gyula, Fehér Tímea, Gulyás Attila, Liszi Melinda és Katkó Ferenc kapott még szerepet. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találhatják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!